Megszokott jelenetek a jelkitéren, a piros lámpánál várakoznak az autók, nem sokkal arrébb, a Munkácsi utca végén pedig stopptábla miatt kell megállni. Ezt a lehetőséget használta ki hétfőn 14 órakor egy férfi, aki úgy döntött, könnyű úton szeretne autóhoz jutni. A terv elkészültét követően akcióba is lendült. A Bajai rendőrkapitányság nyomozást rendelt el járműönkényes elvétele büntette elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján ismeretlen tettes 2016. december 19-én 14 óra körül Baja egyik kereszteződésében forgalmi okok miatt megálló sértett személy autójába beült, majd a sofőrt kilökte és a járművel ismeretlen helyre távozott. Itt azonban még nem ért véget a történet. Információink szerint az elkövető néhány órával az esetet követően megjelent a tulajdonos házánál és visszaszolgáltatta az ellopott személygépkocsit. Ezt használták ki a rendőrök és elfogták a 31 esztendős bátai férfit. Az elkövetőt a Bajai rendőrkapitányságon előállították, majd gyanúsítotti kihallgatását követően kezdeményezték előzetes letartóztatását.